Most pedig szeretném elkezdeni a mai Biblia óránkat, ami nem más, mint a Máté sorozatnak a következő epizódja. Az olyan elgondolkodtató kérdést szeretnék most így feltenni nektek, mire nem kell válaszolni, tehát nem kell ilyen bekiabálásos módon visszajelezni, csak ilyen gondolat ébresztőnek szeretném így a bogarat elültetni a fejetekbe. Mit tennél meg ma, és hogyan élnéd az életedet, hogyha valamilyen úton, módon 100%-os biztonsággal tutira tudnád azt, hogy 98 évet fogsz élni, és addig biztosan nem távozol el innen a földről és az élők sorából. Mit tennél ma, és hogyan élnéd az életedet akkor, hogyha 100%-os biztonságnál, valamilyen oknál fogva, valamilyen módon teljes mértékben tudomásod lenne arról, hogy egy heted van itt a földön az élők sorában. Tehát ha biztosan tudnád megbízható forrásból, hogyan élnéd? És mit teszel ma, hogyan éled az életedet annak tudatában, hogy fogalmad sincs, hogy egy heted, vagy még 40 éved van hátra itt a földön, az élők sorában. Az elmúlt hetekben nagyon erőteljesen volt az a téma, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza Jézus, nem tudjuk, hogy mennyi időnk van, és igazából akár a halál révén, akár Jézus visszajövetele révén, mind a kettőre igaz az, hogy nem tudjuk, hogy mikor ér bennünket. És ez valamilyen módon hatással kell, hogy legyen arra, hogy hogyan éljük a napjainkat. Valamilyen módon befolyással kell, hogy legyen arra, hogy hogyan rendezkedek be erre az életre. A templomról való prófétálás óta az utolsó időkről tanít Jézus. Ha emlékeztek rá, 4 héttel ezelőtt szintén én álltam itt, és én kezdtem el akkor a 24. fejezetet, és azóta Gergő 2-szer és Attila 1-szer szintén a 24. fejezetből tanított, és most a mai napon pedig már átmegyünk a 25. fejezetre, de még ez a fejezet is, továbbra is Jézusnak az utolsó időkről szóló tanításához tartozik, és a fő gondolatmenet az már 4 hete folyamatosan az, hogy Jézus megígérte, hogy visszajön a benne hívő emberekért. Ennek a pontos idejét azt nem tudjuk, ezért folyamatosan minden napunkat úgy kell éljük, hogy készen állunk erre. Hogyan lehet készen állni, mit jelent ez a gyakorlatban? Erről hallottunk nagyon jó gondolatokat az elmúlt hetekben, és ma is ugyanezt fogjuk folytatni. Mielőtt felolvasom az egész példázatot, egy pár gondolatot szeretnék mondani a műfajról, hogy mit jelent az, hogy ez egy példázat. Jézus nagyon szeretett példázatokat mondani. Ezeknek a legfőbb jellemzője az, hogy van egy központi fő üzenete, egy lényeges üzenettel rendelkezik, de azt egy ilyen teljesen hétköznapi, teljesen általános, mindenki számára érthető példával ábrázolja, illusztrálja és mutatja be. A hallgatóság számára ez nagyon egyszerűen értelmezhető, olyan példákat használt, amiket a hallgatóság nagyon könnyen tudott értelmezni, és értette, hogy mi mit jelent, mit szimbolizál. Na most, ebből az következik, hogy a példázat az nem egy profécia, nem ugyanúgy kell értelmezni, mint egy proféciát, hogy minden egyes szónak megnézzük a jelentőségét, és hogy az most vajon mire vonatkozik, hogy értette, stb.
Viszont Jézus annyira jó példákat mondott, hogy sok esetben ilyen nagyon apró részletekre is odafigyelt, hogy stimmeljenek a példázataiban ezek az apró részletek is. Viszont nem mindig célra vezető az a fajta megközelítés, hogy minden ilyen apró részletet így szétnyálazzunk, és így megnézzük, hogy például a mai példázatunk a 10 szűz példázata lesz, hogy miért pont 10? Miért nem 11? Miért nem 9? Miért volt 5 okos és 5 balga? Mit jelent ez? Akkor ez most a keresztények fele okos, a keresztények fele balga? Miért nem azt mondta, hogy 6 és 4? Az már jobb lenne az arány, nem? Vagy 7 és 3? Tehát a jó megközelítés az inkább az, hogyha ragaszkodunk a központi fő üzenetéhez a példázatnak, ugyanakkor pedig megnézzük a további szimbólumokat, jelképeket is, hogy további hasznos mondani valót ki tudunk-e belőle hámozni. Na hát olvassuk el akkor ezt a példázatot, ez a Máté 25-ben az első 13 vers. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek a korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szűzek mind felébredtek és rendbehozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Eddig tart ez a példázat, és annyira szerencsés helyzetben vagyok, hogy Jézus saját maga összefoglalta és summázta, hogy mi ennek a példázatnak a lényege. Úgyhogy ezt nem is kell én nekem megtennem, hogy kitaláljam, hiszen a végén egyetlen mondatban ő maga elmondta, hogy mit szeretett volna ezzel tanítani. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. És az elmúlt 4 héttel együtt, hogyha most már azt az 5. hetet is beleszámoljuk, ez legalább a 4. alkalom, amikor Jézus felszólít erre, hogy vigyázzunk, legyünk készen, mert nem tudjuk az idejét, hogy mikor jön el. Azt mondtam, hogy Jézus egy teljesen hétköznapi és jól érthető példát mondott. Ez sem volt kivétel. Akik ott akkor őt hallgatták, teljes mértékben magyarázat nélkül értették, hogy miről szól ez a példázat. Mi már nem biztos, hogy ezzel teljes mértékben így vagyunk, hiszen nem ugyanazok a szokásaink, nem ugyanazok a hagyományaink. Ez a példázat valóban ott egy hétköznapi élethelyzetből vett példa volt, de mi már nem ugyanúgy gyakoroljuk a házasság kötés szokását, mint ahogy akkor ők gyakorolták. Biztosan tudjuk, hogy legalább egy tanítvány már házas volt, Péterre gondolok, tehát ő ezt az élethelyzetet már át is élte, amiről itt Jézus a példázatot kitalálta. Viszont az összes tanítvány biztosan tudjuk, hogy legalább egy ilyen menyegzőn részt vettek már, nem más, mint a kánai menyegző az, amelyre gondolok, ami
szintén az akkori korabeli zsidó hagyományok szerint ment végbe. Úgyhogy az összes tanítvány biztos, hogy értette, hogy miről beszél Jézus, hiszen részesei voltak. És ez nem más, mint hogy akkor úgy zajlott egy házasság kötés, három lépcsője volt. Az első lépcső az a szülők között történt, és jellemzően akár már a leendő házaspárnak a gyermekkorában akár már megtörtént. Ezután volt egy eljegyzés. Az eljegyzés az a házasság megkötése előtt körülbelül egy évvel történt, és onnantól kezdve tudták azt, a vőlegény és a mennyasszony nem láthatták onnantól kezdve egymást, tehát nem találkoztak, de tudták azt, hogy onnantól kezdve úgymond bármikor eljöhet a vőlegény. És az volt a szokás, hogy a vőlegénynek az apja mondta meg azt, hogy fiam, most indulhatsz. És ez is egy nagyon jó képe annak, amiről Jézus beszél, hogy sem ő nem tudja, sem senki, egyedül az atya. És amikor az atya majd azt mondja Jézusnak, hogy go, akkor eljön az ideje. És akkor a barátai kíséretében egy ilyen díszes felvonulás során elment a mennyasszonyi házhoz, mennyasszonyi háznál pedig a szűz mennyasszony a szűz barátnőivel együtt várta a vőlegényt, és amikor elhangzott az, hogy közeledik a vőlegény, akkor elébe mentek. És utána a vőlegény elvitte a saját házához, és ott történt egy hétnapos, óriási banzáj, ami az akkori élet minőséghez mérten egy ilyen luxus számba menő, és már-már ilyen pazarlónak tűnő minőségű buli volt. És ebben a szüzek szerepe az, hogy a lámpásukkal ugye ők is ezt a kíséretet, ennek a kíséretnek a fényét emelték, ennek a díszességét, az ünnepélyességét. És ugye hogy tudták betölteni a szerepüket? Hát úgy, hogyha világított a lámpásuk. Ez volt a feladatuk, hogy világítson a lámpásuk. Tehát, hogyha ezt az egy feladatot nem tudják betölteni, akkor az elég ciki, mert hogy ez lett volna a dolguk, hogy ezt a feladatot ellássák. És így már talán akkor ezzel a háttér kulturális információval mi is így még jobban el tudjuk képzelni, hogy milyen szimbólumok jelennek meg ebben a példázatban. És a fő mondani valót, azt már elmondtam, hogy mi volt a fő mondani valója ennek ezzel a példázattal Jézusnak, viszont megjelennek a példázatban olyan szimbólumok, amelyiknek mindegyike akár kibontható lenne egy teljes Biblia óra keretében. Tehát olyan szép szimbólumok vannak itt, amikről egyenként külön-külön is lehetne akár egy-egy tanítást tartani. Most ez nem így fog történni, hanem csak így megmutatok egy pár ilyen mozzanatot, ami így a történetben így megpendít Jézus. És ugye az egyik az az, hogy a mennyasszony szüzen várja a vőlegényt, és ez jelképezi a tisztaságot. Ugyanígy ugye a jelkép rendszerben a vőlegény ábrázolja Krisztust, az egyház pedig a mennyasszonyt. És honnan van ez a tisztaság? Hogyan lehetséges ez, hogyha valaki már nem szűz, akkor az lehet-e újra utána szűz? Lehetséges-e az? Ez csak úgy lehetséges, ha meghal, és megszületik újra. Egy új emberként újjászületik, akkor ő újra. És ez az, ami szellemi értelemben megtörténik akkor, amikor megtérünk. Újjászületünk. Meghal az óemberünk, és egy új ember jön létre a mi bensőkben.
És ez az új ember, ez abban a hihetetlen és amúgy lehetetlen állapotban van, hogy visszanyeri a tisztaságát. És ez milyen óriási dolog, hogy felkészít minket, és mint tiszta, szeplőtlen mennyasszonyt állít maga elé. Aztán ott van egy másik mozzanat, az, hogy mindnyájan elaludtak. És akkor ebből is lehetne egy ilyen nagyon jó üzenetet részletesen kibontani, hogy minek a szimbóluma ez. Hogy szellemi értelemben ez a fáradtság, ez a elpilledés, ez mennyire jellemzi ma az embereket és minket? Minket mennyire jellemez az, hogy hajlamosak vagyunk így beszunnyadni, és nem éberen odafigyelni a hívő életünkre. És ahogy felébreszt ez a hang, hogy íme a vőlegény, ugyanígy szellemi értelemben is lehetnek az életünkben olyan történések, amik egy ilyen ébresztőként funkcionálnak. Hogy ha-hó, figyelj, mi van veled, miért alszol? És ez lehet egy krízis az életben, lehet egy trauma, lehet egy baleset, lehet egy halál közeli élmény, nagyon sok minden lehet. De Isten használ ilyen ébresztőket, ilyen figyelmeztetéseket. Ha-hó, ébredj föl, figyelj oda, vigyázz, közeledik a vőlegény. És van egy olyan mozzanat, amit viszont ténylegesen szeretnék hosszabban kibontani, és az egész Biblia órának a hátralévő részeit azt erre a mozzanatra, erre a jelképre szeretném felépíteni. És ez nem más, mint hogy az olaj és a lámpás az mit jelent. Az olaj a Bibliában nagyon következetesen és konzekvensen a Szent Lelket jelképezi. A lámpás pedig az, hogy a mécsessel világít a mennyasszony és a kísérete, a tíz szűz, ez pedig ugye jelképezi azt, amit Jézus úgy mondott, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Sok helyen beszél erről, hogy Pál apostol is a levelében, hogy úgy világítunk, mint csillagok az égen, ezen a világon. És hogy függ össze ez a kettő? Figyeljétek meg ezt a jelképrendszert. Mikor működik a mécses? Mikor világít ténylegesen? Ha van benne olaj. Mikor világít a mi keresztény életünk ténylegesen? Ha van bennünk Szentlélek. Igen. Ha működik bennünk a Szentlélek. Ahogy az olaj működésre bírja a lámpást, és betölti azt a szerepet, amire ki van találva, úgy a Szentlélek az, ami működésre bírja a mi keresztény életünket, és amitől betöltjük a szerepünket a világban. Az, hogy világítsunk, és fények legyünk az emberek számára. És hogyha feltesszük ezt a kérdést, hogy akkor mit jelent tehát felkészülten várni? Ugye hetek óta erről beszélünk. És Gergőnek az üzenetében volt egy fő kulcs gondolat, ha visszaemlékeztek, amikor Noé idejéről is beszélt, és feltettük ezt a kérdést, hogy mit jelent készen várni, akkor az volt a fő üzenete, a kulcs gondolata, hogy ha szeretnéd felkészülten várni Jézust, akkor térj meg. Akkor válaszolj az ő hívására. Válaszolj az ő figyelmeztetésére. És hogy Noé idejében 100 évük volt meggondolni ezt a felhívást az embereknek, úgy nekünk már 33, akkor. Szóval annyi évünk már volt meggondolni azt a felhívást, amit Jézus tett, hogy gyertek, térjetek meg, itt van a lehetőség, a kegyelem ideje van, most van rá lehetőség. És
ha ezt megtesszük, válaszolunk rá, és elfogadjuk ezt a felhívást, az azt jelenti, hogy készen várjuk őt. Aztán egy hete, amikor Attila tanított, feltettük ugyanezt a kérdést. Mit jelent készen várni őt? És az akkori példázatból, az okos és a balga szolga példázatából, az a fő üzenet jött le, hogy tegyük a dolgunk. Ha szeretnénk készen várni őt, akkor tegyük azt, amire megbízott. És azt mondta Jézus, hogy boldog az a szolga, akit munkában talál az ő ura. És amikor feltettük ezt a kérdést, hogy hogyan várhatjuk felkészülten Jézust, akkor az volt a válasz, hogy úgy, hogyha nem passzívan kezünket karba téve várjuk őt, hanem cselekedve azt, amire elhívott, és aktívan benne lenni abban a munkában, amit ránk bízott. És föltesszük ma is ugyanezt a kérdést, hogy mit jelent felkészülten várni Jézust, és ma ebből a példázatból azt szeretném nektek így fő kulcs gondolatként, üzenetként mondani, hogy éljetek Szentlélekkel beteljesedett életet. Hogyha felkészülten szeretnétek várni Jézust, akkor éljetek Szentlélekkel beteljesedett életet. Legyen olaj a lámpásotokban, legyen Szentlélek az életetekben, és akkor az a funkció, amit a mécses ellát, hogy világít, az a funkció, amit a keresztény életünk ellát, hogy világítsunk a világban, az működni fog. Mit jelent a Szentlélekkel beteljesedett élet? Erről szeretnék beszélni. Először is, mi a Szentlélek, vagy helyesen feltéve, rendben, jól vizsgázott a gyülekezet, több helyről egybehangzóan hallom a helyes kérdés feltevést, ki a Szentlélek? A Szentlélek, az a Szent Háromság Istennek az egyik személye, ő. Nem mi, hanem ki. Nagyon sok mindent olvasunk róla az igében, de tudjuk róla, hogy eleve ő vezet el minket a megtérésre. Eleve ő az, aki meggyőz minket a céltévesztett állapotunkról. És ő az, aki elvezet oda, hogy átadjuk az életünket Krisztus uralma alá. Megszomorít, de a Szentlélek általi szomorúság, ami a bűneink fölött való szomorúság, az egy egyenes út az örömhöz. Azért, mert nem hagy abban az állapotban, hanem nyomban egy megoldást kínál és tesz elénk a bűnbocsánatban, és abban, hogy Krisztus elhordozta a mi bűneinknek a büntetését, és ezért rögtön átfordítja ezt a szomorúságot egy isteni örömbe. Ő az, aki a jelenben, most itt a világban képviseli Isten jelenlétét a Földön. Hogyan? Úgy, hogy bennünk él. Mi vagyunk a Szentlélek temploma, a mi testünk a Szentlélek temploma. Amikor megtérünk és átadjuk az életünket Istennek, akkor a Szentlélek a mi életünkbe költözik, és bennünk él. És így van jelen a világban Isten ma. Ő az, aki tanít és vezet minket. Ezt is mondja az ige. Megmutatja, hogy melyik úton járjunk. A lelkiismeretünk formálása által kimunkálja bennünk azt, hogy mit tegyünk. Hogy lássuk azt, hogy mi az, amit megteszek, és mi az, amit nem teszek meg. Isten törvényét azt nem vésővel egy kőtáblába írja, hanem a hús szívünkbe, a lelkünkbe írja bele Isten törvényét, a lélek. És a Szentléleknek van külső és belső munkája. A Szentlélek külső munkája az, amit rajtunk keresztül végez más emberek életében, rendszerint ehhez adja az ő ajándékait.
az ő ajándékait sosem öncélú módon adja azért, hogy nekünk jobb legyen, vagy flash legyen, vagy akármi, hanem azért, hogy azzal egy bizonyos szükségletet betöltsünk. Azzal az ajándékkal, amit ő ad nekünk, azzal természetfeletti módon töltsük be azt a szükségletet, amire konkrétan adja azt az ajándékot. A belső munkája, azt pedig gyümölcsnek nevezzük, és ez a jellemünket, a jellem vonásainkat formálja. Ez a mi bensőkben végzi ezt a munkát, és a mi jellemünk formálódik általa. Ennek pedig a célja az, hogy minket egyre inkább Krisztushoz tegyen hasonlóvá, és egyre inkább az ő képmására formálódjunk. Felmerül a kérdés. Lehet-e az, hogy valakiben több szent lélek van, valakiben kevesebb? Gergő, benned hány szent lélek van? Egy, jó? Tudomásom szerint bennem is egy. Három és fél deci? Oké. Okay. Miért csak egy? Hát van több. Van több szent lélek? Egy szent lélek van, ezért kizárásos alapon egy szent lélek lehet bennünk. Nem igaz? Miért van az, hogy mégis érzünk egy ilyen különbséget, egy valamit, hogy mintha az ő életében úgy jobban érvényesülne a szent léleknek a munkája, és magamra nézve pedig azt látom, hogy bárcsak nekem is olyan jól érvényesülne a Szentlélek munkája az életemben. Bárcsak nekem is működnének az ajándékai az életemben, és látszódna a gyümölcse az életemben. Mitől lehet ez? A meglátásom az, hogy látni kell egy folyamatot. És egy olyan folyamat van ebben a munkában, amiről Peti felolvasta az igeverset az elején, hogy ez az a munka, amit az Úr nagy napjára, aki elkezdett, be is fejezi. Ugye ez volt az ígéret abban az igeversben. Hogy ez a munka, ez egy folyamat. És ebben a folyamatban valaki állhat épp csak az elején, és valaki állhat már egy egész jó állapotban. Olyan, mint amikor egy nagyon rossz állapotban lévő házat elhatározzuk, hogy felújítunk. Van-e bárki, akinek ismerős ez az élethelyzet? Szóval, hogy ide az ajtóra ilyen jópofa módon ki is lehetne írni akár, hogy építkezés alatt álló terület, és itt mi magunkra asszociálva ezzel. Hogy mi, a mi bensőnk, a mi életünk, az egy építkezés alatt álló terület. Egy fejlődés alatt álló terület. És ebben a folyamatban lehet az, hogy valaki megreked, valaki már előrébb tart, és ebből érezhetjük azt, hogy minthogyha lenne egy ilyen különbség így a Szentlélek munkájában az életünkben. Na most szeretnék itt egy pár percet arra szánni, hogy bizonyságot tegyek arról, hogy az én életemben ez hogy zajlott, és mesélni egy kicsit arról, hogy nekem ez a folyamat hogyan zajlik, ugye, jelenben, és hogyan zajlott a múltban. Én 2008-ban megtértem, átadtam az életemet Krisztusnak, úgy mondjuk, szépen megfogalmazva, ilyen gyűlis szavakkal, és eltelt utána 5 év, amikor igazából ez nem látszott az életemen. Tehát nem volt gyümölcse, fogalmazzunk így. És ha már ennél a lakás példánál tartunk, azt mondanám, hogy az én lakásomba meghívtam Jézust, hogy jöjjön be, de így megállítottam az előszobába. És az előszobában így leültettem egy kis ilyen pufra, ilyen ülőkére, hogy ott legyen. És nekem meg ott voltak a szobáim, az életem területei, amiket én akartam kontrollálni, és én akartam irányítani.
És egy ilyen vicces dolog a történetben, hogy lányügy volt a dologba. Na az volt az a terület, amikor azt éreztem először, hogy hú, azért itt már meg kéne kérdezni Istent. Tehát egész addig mindenről úgy gondoltam, hogy én ezt meg tudom oldani. És ez volt az első, aminél úgy voltam, hogy hát azért csak kérdezzük már meg Istent, azért ez mégiscsak egy életre szóló dolog. És elkezdtem imádkozni. És akkoriban így szombatonként volt egy olyan időszak, hogy szombatonként csak én voltam otthon, egy 8 gyerekes családban ez egy ritka, értékes pillanat, amikor ilyen csend honolt. És szombatonként tudtam így imádkozni. És így elkezdtem imádkozni először, hogy Isten, hát tudom, hogy mostanában nem sokat szólítottalak meg, de hogy ő lesz. És akkor így egész életemben fél évet vezettem naplót, de ez a fél év, ez pont arra az időszakra tevődik. Úgyhogy hihetetlenül hálás vagyok azért, hogy bármikor vissza tudom keresni és megnézni. És képzeljétek el, hogy az első, amikor hallottam azt, hogy Isten válaszol, éreztem belül azt, hogy Isten válaszol, az volt, hogy Sámuel gyermekem. Most képzeljétek el egy árva suhancot, aki írtózatos apa hiányban nőtt fel, és megszólítja őt Isten így, hogy Sámuel gyermekem. Tehát ott történt egy bemutatkozás. Egymilliószor hallottam azt, hogy Isten a mennyei atya, de akkor ez így leért a szívembe. És akkor onnantól ő a mennyei apukámmá vált. És aztán folytatódott. Megint imádkoztam. Istenem, esetleg egy kis útmutatást, ha kérhetek. Ő lesz az? Mi a helyzet? És akkor így jöttek, hétről hétre így jöttek a dolgok. Így sosem éreztem azt, hogy így válaszol Isten, hanem mindig így rámutatott valamire. Azt mondta, hogy figyelj, Ácsi, ne szaladjunk annyira előre. Milyen zenéket hallgatsz? És akkor így megnyitottam így a laptopomon a zenemappát. És Ctrl A, ez ugye minden kijelölés, és delete. Aztán egy következő héten akkor egy más témát. Ugyanígy jöttem elé, imádkoztam, és nem a kérdésre válaszoltam, hanem mi a helyzet a káromkodással, amit mostanra művészi szintre fejlesztettél. És akkor jöttek a példabeszédek, és azok az igék, hogy a szavaknak milyen erejük van és jelentőségük. És aztán jött egy következő, amikor meg arra mutatott rá, hogy figyelj, Sámuel, amúgy te a tanulás mellett dolgozol, van bevételed. Mit gondolsz az adakozás témaköréről? És így tényleg. Erre még sose gondoltam. És az látszódott, az kezdődött kirajzolódni így bennem, hogy folyamatosan vannak dolgok, amiket így arra kér, hogy letegyek, és vannak dolgok, amiket meg arra kér, hogy így fölvegyek. És azt láttam, hogy az én kis lakásomban bontja le a falakat egyfelől, másfelől, meg az ő akarata szerint építi föl a falakat, és alakítja át úgy, ahogy szeretné. És hát akkor most jöjjön így a végére a poén. Már amikor így a munkálatoknak egy nagy része így lezajlott, akkor még mindig így kitartóan így próbálkoztam így a szokásos kérdéssel, és akkor így egyszer csak így jött az, egy ilyen nagyon határozottan így megkaptam így belül azt, hogy nem ő lesz. Hát mondom, ez van humorérzéked, kedves Isten. Na hát, utána egy-két hónappal pedig berobbant az életembe Erika, megismertem őt, és Erika azt mondta, hogy egyáltalán nem a külsőmmel fogtam meg őt. Hát akkoriban nem így néztem ki, tehát teljesen igénytelen voltam,
egyáltalán nem kezeltem a pattanásaimat, a frizurám az kétféle volt, vagy ilyen pumukli, bozontszerű, teljesen szanaszétálló, vagy pedig ilyen nullásra lenyírt, ilyen tüsi hajú. Egyáltalán nem zavart, hogyha kiukadt egy ruhám, simán hordtam. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy azért ezzel csajozni, hát... És azt mondta Erika, hogy őt a belsőmmel fogtam meg. És akkor így elgondolkodtam, hogy Isten engem felkészített. Hogy gondoljatok bele, ha nem megy végbe az a folyamat, akkor se a külsőmmel, se a belsőmmel nem tudtam volna megfogni senkit. Tehát, hogy ez volt az egyetlen esélyem. És kikupált, igen. Igen, kezelésbe vett, már nem csak a Szentlélek, hanem Erika is. És így van. Zárásképpen szeretnék egy pár szót szólni a Szentlélek gyümölcséről. A Szentlélek gyümölcsét, hogyha végigolvassuk, akkor rájövünk, hogy ez egy hihetetlen kincs, amit a Szentlélek kimunkál bennünk. És most így egyesével szeretnék így egy-egy gondolatot mondani. Ez egyébként a Galataot 5.22-ben található, de most csak így felsorolom, a szeretet. A szeretet az agapé, Isten feltétel nélküli szeretete, ez nem érzésen alapul, ez a szeretet. Az öröm az sokkal mélyebb, mint egy egyszerű vidámság. Ez egy állandósult állapot, ami nem a körülményektől függ, hogy az öröm az ott van az életemben, vagy nem. Nem attól függ, hogy milyen körülmények közt vagyok épp. A békesség. A békesség az nem csupán a viszálynak a hiányát jelenti, hanem egy biztonságot, egy nyugalmat. A türelem az kitartást, álhatatosságot, és hogyha a várt eredmény nem azonnal következik be, akkor is egy ilyen kétségbeesés mentes állapot. Tehát nem esek kétségbe, hogyha nem azonnal következik be valami, amit várok. A kedvesség a szívességet jelent, örömet okozó, barátságos, jóindulatú. A hűség megbízható, számítani lehet rá, szava hihető, ígéret betartó ember. A jóság az kiválóságot jelent és egyenességet. A szelídség az nagyon sokaknak a fejében egy ilyen pipogyaságként jelenik meg, de a Szentlélek által kimunkált szelídség az egy kordában tartott erő. Az önuralom az pedig mértékletességet jelent, a vágyak és az érzelmek felenti kontrollt jelenti. A test kívánságainak a kordában tartását jelenti. Hát kezeket fel, aki szeretne ilyen lenni. De merre számítottam. Akkor kezeket fel, aki nem szeretne ilyen lenni. Jó, oké. Tehát akkor mindenki szeretne. Ugye, hogy teszik fel a kérdést? Persze, hogy szeretnénk ilyenek lenni. Hát ki ne szeretne ilyen lenni? Itt most behoznám egy kicsit a házas témát. És egy amerikai ige hirdetőnek a történetét szeretném elmesélni. Azt mesélte egy ige hirdetésében, hogy Kínában, tehát neki egy távoli országban kérték fel egy egyhetes házas konferencia megtartására, ahol intenzív módon azt mondták, hogy délelőtt, délután, egy héten keresztül, és még délben is, tehát napi 3 előadása volt, az azt jelenti, hogy 21 előadás, és körülbelül az ilyen 12.-13. előadásnál tartott, amikor még mindig az elsőtől kezdve mind a 12-13 előadása az a Szentlélek gyümölcséről szólt. És oda ment hozzá egy résztvevő, és azt mondta, hogy testvér, hát ne haragudjon meg, és tényleg a teljes jó indulattal
szeretném csak kérdezni, hogy ugye egy házas konferencián vagyunk, és hogy már 12 előadás óta a Szentlélek gyümölcséről beszél, hogy egyébként lesz szó a házasságról, vagy hogy csak hogy tudjuk, hogy, tehát, hogy így, mi így erre számítottunk. És akkor így azt mondta ez az ige hirdető, hogy figyelj, hogyha a Szentlélek gyümölcse ott van az életedben, akkor házasság témában egyetlen előadásra sincsen szükséged. Hogyha a Szentlélek gyümölcse nincs ott az életedben, akkor meg meghallgathatsz százat is, akkor se fog működni a házasságod. És most ezt gondoljátok végig, ezeket a tulajdonságokat, hogy ez mennyire hasznos a házasságban, amikor türelmes vagyok hozzá, amikor szeretem feltétel nélkül, amikor az örömünk az nem a hangulatunktól függ, amikor az önuralom ott van, és kordában tudjuk tartani a testi vágyainkat, amikor a szelídség egy kordában tartott erő jellemzi a kapcsolatunkat, amikor kedvesség, jóság, békesség jellemzi a háztartásunkat. Annyira igaz, hogy én tényleg erre törekszek csak, hogy ez rendben legyen. És ha ez rendben van, akkor 99% bizonyossággal állítom, hogy rendben lesz a házasság is. Fény lenni a világban, miben nyilvánul meg? Hát abban nyilvánul meg, hogy másképpen viselkedünk ugyanabban a szituációban. Ettől világítunk. Ha ugyanúgy reagálunk, ugyanúgy viselkedünk, mint egy nem keresztény ember, akkor nem fénylünk, akkor nem tűnünk ki, nincs kontraszt. Ugye? A fény és a sötétség között mi a különbség? A kontraszt. Az, hogy van különbség. Na most, ez a különbség a cselekedeteinkben nyilvánul meg, ugyanabban az élethelyzetben másképpen cselekszek. Nézzétek meg, például a türelem. Ugyanaz az élethelyzet. Az előtted lévő autós, és te is késésben vagytok, és bevág elé egy autó, erre ő azonnal teli erőből rányom a dudára, és még az ablakot is lehúzza, és még ki is kiabál. És utána te eléd is ugyanúgy bevág egy másik autó, és te pedig azt mondod, hogy holnap majd korábban indulok. Ilyen szelíden, természetesen. Aztán ott van a jóság. Egy boltban dolgozó ember egy rossz mozdulattal lever egy halom üdítőt a polcról. És azon a soron kóvájgó emberek nagy ívben kikerülik, pont onnan kéne levenni valamit, de inkább átmennek addig a listájukon egy másik dologra, hogy azt szedjék össze. És te pedig ugyanebben a helyzetben azt mondod, hogy igazából nekem nem is arra kéne mennem, hanem arra van a búzadara, vagy nem tudom, de oda megyek, és segítek neki visszapakolni azokat az üvegeket. Vagy a hűség, figyeljétek. A férfi kollégáid, férfiak, figyelem, a férfi kollégáid a szemükkel éppen vetkőztetnek egy előttük elhaladó dekoratív személyiséget, akár még pontszámot is adnak neki, akár mondjuk 1-10-es skálán, vagy ilyesmi, és hát ugye oda pillantanak rád is, te ebből kimaradsz, illetve hát így furcsálva tekintesz rájuk, hogy mit csinálnak természetesen, és ugye nem mondasz te is egy számot. És oda szólnak neked, hogy jaj, hát mit nézel? Hűséget fogadtam, nem vakságot. És te pedig válaszolsz nekik, és azt mondod, hogy figyeljetek, én hűséget fogadtam, és vakságot. Ezek azok az apró cselekvések, ezek azok az apró jelek,
amikor a kontraszt, a sötétség és a világosság, a fénylés és a nem fénylés kitűnik. És ezek azok az apró élethelyzetek, amikor ha valaki figyel titeket, akkor megkérdezi, hogy te miért ezt csináltad? Nem ez lenne normális. Nem ezt szoktuk meg. És ekkor van lehetőség arra, hogy azért, mert hiszek Istenben, és az ő szent lelke munkája az én jellememet. És ez az, ami motivál és ösztönöz arra, hogy másképpen viselkedjek, másképpen cselekedjek. Ha nincs olaj a lámpásodban, akkor nem engeded át a Szentléleknek az uralmat, lehalkítod, vagy éppen elnyomod a hangját más zajjal, vagy éppen annyira elfoglalt vagy, hogy neki már nem marad időd. És a napodnak minden percét beosztod tevékenységekkel, és ő kimarad, és nem biztosítasz számára olyan időt, amikor ő ezt a munkát végezni tudja benned. Ezt a jellem formáló munkát végezni tudja. Viszont ennek nem kell így lennie, hanem el tudjuk halkítani a zajokat, és fel tudjuk erősíteni a Szentléleknek a hangját, oda tudunk figyelni rá jobban, és tudunk imádkozni azért, hogy minél jobban, és minél egyértelműbben halljuk meg az ő vezetését, és az ő akaratát az életünkben. Úgyhogy ezt fogjuk most is tenni, imádkozunk ezért, és utána pedig Szalkai Zsoltot kérem, hogy a úrvacsorában vezessen majd minket egy pár gondolattal, és a dicsőítők is jöhetnek majd. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy te végzed a munkádat, elkezdted bennünk, és Uram, köszönöm azt az ígéretet, amelyre ma reggel emlékeztettél minket, hogy ezt be is végzed, be is fejezed, nem hagyod félben. Az építkezés a mi életünkben, az nem marad félbe, hanem végbe megy. Kérlek, Uram, hogy minden olyan tényezőt, ami gátolja, zavarja, akadályozza ezt, azt kérlek, hogy segíts letenni, segíts lebontani, segíts elgördíteni az útból. És kérlek, Uram, hogy adj érzékenységet a te szellemednek, a te szent lelkednek a munkájára. Add azt, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk az érzékeny módon rezonáljon arra, ahogy vezetni próbálsz minket a szent lelked által. Kérlek, Istenünk, hogy a te jellem formáló munkádat azt végezd bennünk, és tényleg igaz legyen ránk az, hogy ezek a tulajdonságok jellemeznek, és ezek határozzák meg a mi cselekedeteinket, a mi szavainkat, a beszédünket. Ezek szerint éljük az életünket. Kérlek, Istenünk, hogy a te szent lelked legyen az olaj a mi lámpásunkba, és így töltsük be azt a küldetést, amire elhívtál, így töltsük be a mi funkciónkat, hogy világítunk ebben a világban. Kérlek, Istenem, hogy ne próbáljuk magunktól erőlködve ezt a világítást erőltetni, hanem csak engedjük a te szent lelkednek, hogy ő magától végezze ezt a munkáját. És köszönöm, Istenem, ezt a nagyszerű kegyelmedet. Amen.